2017 második felében különféle modernizációs munkálatok zajlottak Dunaszerdahelyen. A városi útfelújítási program részeként az Október és a Borostyán utcában modernizálták a közutat és a járdát. Átépítették és kivezető sávokkal bővítették a város központi körforgalmát. A Barátság téri, az Október utcai és a Benedekelek önkormányzati fenntartású óvodákban felújítási munkálatok voltak. Akár csak az egyaránt megyei fenntartású vidékfejlesztési szakközépiskolában és a Vámbéri Ármin gimnáziumban. A Csallóközi Vásárta a régió legnagyobb közösségi, kulturális és kereskedelmi eseményét szeptember 21-e és 24-e között rendezték meg. Étel, ital, kirakodó vásár, kézművesek utcája, Borok utcája, egyebek mellett ez várta a rendezvény látogatóit. Újdonságnak számított a gyereksarok és a MOL Aréna fényfestése. A kulturális műsor részeként Rúzsa Magdi is fellépett. Szeptembertől már egy új oktatási intézmény, a Szent János Egyházi Óvoda is működik Dunaszerdahelyen, ahová 20 gyermek jár. Az iskolafejlesztést nagyrészt a Petlen Gábor alap 200 000 eurós támogatásából finanszírozták. A projekt részeként megújult a Szent János Egyházi Alapiskolának is otthont adó épület és annak környéke. A Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola 1957-ben mezőgazdasági középiskolaként kezdte meg működését. Itt tavaly jubileumot ünnepelt. 2002-ig kizárólag mezőgazdasági szakokat oktatott, majd szolgáltatási szakirányokkal bővítette kínálatát. A kerek évforduló alkalmából ünnepséget tartottak, ahol felidézték az elmúlt 60 év legfontosabb történéseit. November 4-én megyei választásokat tartottak Szlovákiában. Nagyszombat megye új elnöke József Viszkupics lett. A magyar elnökjelöltek csatáját az MKP-s Berényi József nyerte a Hidas Rikó Konráddal szemben. A Dunaszerdahelyi járásból mind a 8 képviselői helyet az MKP jelöltjei szerezték meg. A magyar képviselők két nyelven tettek esküt. Azóta eldőlt, hogy Berényi József az elkövetkező időszakban is megyei alelnök lesz. November 28-án megtartotta utolsó 2017-es ülését a Városi Képviselőtestület. A tanácskozás legfontosabb napirendi pontja az idei költségvetés jóváhagyása volt, amit 14 képviselő támogatásával fogadott el a testület. Az önkormányzat 2018-ban 23,5 millió euróból gazdálkodhat. Ennek az összegnek a negyedét városfejlesztési beruházásokra tervezik fordítani. December második hétvégéjén véget ért a Fortuna Liga őszi idénye. A Daca jónak számító negyedik helyen telel. Az ősz mérkőzésén a Daclovan rangadón a sárga-kékek teltház előtt 2-1-re győztek a MOL Arénában. Ezen a meccsen avatták fel az új főtribünt. A stadion így már 10 000 néző befogadására alkalmas. A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ gálaműsorral ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a kulturális intézményben működő csoportok egy-egy produkcióval mutatták be az itt zajló tevékenységet. A Kultúrház feladata, hogy ezeknek a csoportoknak támogatást nyújtson, valamint változatos programokat kínáljon a nagy közönségnek.